Eliszaporodott az új hatvanító alja, ezért már napok óta tisztítják a területet. Most, hogy leengedték a vizet belőle, tisztán látszik, hogy a tó mélye csak nem 2 méter, és a körülötte lévő perem területeken is felgyűltek a hínárok, algák. A Meszlényi híd lábánál lévő 600 négyzetméteres tó népszerű közösségi hely a városban, sokan járnak ide és a környékére. Szucsik Attila, a Biotó Kft. Ügyvezetője elmondta, kedden kezdték meg a munkafolyamatokat, először az iszaptalanítás és a kövek takarítása történt meg. Az ügyvezető kiemelte, hogy ez egy önfenntartó tó, melybe évekkel ezelőtt olyan halakat telepítettek, amik gondoskodnak a tó saját ökoszisztémájáról. Ebben olyan fajta halak voltak, amikkel gyakorlatilag az egész egy önfenntartó rendszert képez. Volt benne vörösszárnyúkeszeg, egy jó adag sügér ragadozó halként, és néhány darab aranyhal. Ugye a sügérnek az volt a lényeg, hogy mindenféle ivadékot megegyen, ami képződik, és ezáltal egy viszonylag korlátozott létszámú hal lett volna a tóban. A gond csak az, hogy belekerült mindenféle kólyponty és egyéb nagyméretű hal, amit viszont a sügér nem tud megenni. Raktunk bele csukát is, de az ilyen kilós halakkal ő sem boldogult. És hát most emiatt egy kicsikét eliszaporodott a rendszer. Miután megtörtént a tó teljes kitisztítása és téliesítése, tiszta vizet töltenek bele, és bizonyos mennyiségű halat is telepítenek vissza. Ezen kívül hasznos oltóenzimeket és baktériumkeverékeket is használnak, amelyek megakadályozzák az algásodást. Emellett fontos lenne, hogy a lakosság ezentúl ne terhelje a tó biológiai egyensúlyát más típusú vízi állatokkal.